Én nem örülök, hogyha a barátomat látom együtt vonulni Gyurcsány Ferenccel, akivel hát nem is kezdünk mondatot. Ehhez kapcsolódik az, hogy Fábrival egy évvel ezelőtt összevesztem, tulajdonképpen mint ahogy a szerelmesek csinálják ezt, amikor már megelégelték egymást. Kár egyikre vagy másikra fogni azt, hogy ki ezért a felelős. Szerintem a helyzet. Önök Magyarország legnézettebb showműsorát, a 12 éves esti showdert látják. Diplomatikusan elkerültem a köztörvényes bűnöző, az ipari rabló kifejezéseket. Egyre jobban eltért attól, amit mi 20-30-40 éven keresztül magunkinak vallottunk. Ahogy dédapáink nem engedtek 48-ból, azt kell mondjam, hogy én 56-ból nem engedek. Komoly felelősségünk van. És ezt nem érzem nálad. Azt érzem sokszor egyszerűen fogalmazva, hogy eladtál egy csomó mindent abból, amire egyébként utaltál, amit privátém sokszor képvisel. Itt most, hogyha hárman ülünk, és bárki a másikat rasszistának tartja, akkor én fölállok. Tehát akkor tényleg nincs értelme beszélgetni, mert akkor nem tudom, hogy miért voltunk hosszú éveken keresztül barátok. Igenis, nagyon súlyos felelőssége van személy szerintnek is, mert a legnépszerűbb ember kiengedett egy csomó szellemet, egy csomó palackon, és ezt ő nem is látja. Amit nagyon-nagyon remélek, az az, köztünk is egyébként, hogy a politika nem fog ennyire jelen lenni az életnek a szinte összes aspektusában. Engem pusztán az lepett meg, hogy miért kellett ezeket a tisztitkárokat, akiket utáltunk a világ, utáltunk mindig, hogy lehet, hogy ezek megszeretődtek. Egy kíméletlen harcról van szó, amiben feláldozódott minden. Tulajdonképpen mostanra minden nemes ideológiánk, jobbról vagy balról.